ami a bajokon átsegít. Szükségem van a hitre, hogy ember legyek. Ha őszinték vagyunk önmagunkhoz, és végig gondoljuk életünket, akkor hamar rájövünk, hogy nem az a bajunk, hogy nem vagyunk angyalok, vagy valamilyen más földön túli lények, hanem hogy nem vagyunk azok, akiknek lennünk kellene, vagyis emberek úgy, amilyen szándékkal minket Isten megteremtett. Az ember önmagából megérthetetlen lény. Minket Isten a teremtett világ fókuszába helyezett, és ezért egész életünket csak abban a kapcsolatrendszerben lehet megérteni, amiben élünk. Benne élünk egy anyagi, materiális világban. Életünk minden pillanatban ezzel a világgal van sokoldalú összeköttetésben. Lélegzünk, vizet iszunk, táplálkozunk, dolgozunk, alkotunk, formáik a körülöttünk lévő világot. Ehhez a materiális világhoz adaptálódunk életünk minden pillanatában. Ennek az adaptálódásnak a törvényszerűsége az, amit a Biblia mértékletességnek nevez. Ugyancsak benne élünk a szociális világban is, hiszen a másik ember nélkül nem igazi élet az életünk. Ez akkor is igaz, ha ma nagyon sok ember az életfogytiglani magányosság sötét zárkájára ítéli önmagát. A szociális létünk is egy adaptálódási folyamat, aminek a szeretet a mozgatója, a szeretet teszi értelmessé. A szeretet nem kötelesség, amit a másik ember irányában teljesítenünk kell, hanem szociális kapcsolatainknak éppen olyan éltető eleme, mint testünknek a víz, a levegő vagy a kenyér. A szeretet nem egyirányú követelménye Istennek, hanem felülről kapott ajándék. Társadalmi létünkben ez köti össze az embert az emberrel. Aki csak szeretet fogyasztó akar lenni, az egyedül marad és saját létének börtönébe kerül. De az ember több, mint szocializálódó materiális lény. Mi emberek önmagunkban nem találjuk meg létünk értelmét, Szent Ágoston már az ötödik században leírta ezt az örök szép mondatot, hogy nyugtalan a mi szívünk, uram, míg benned meg nem nyugszik. Kivétel nélkül minden ember feje fölött van valaki, rosszabb esetben csak valami. Egy másik világ, egy másik lehetőség reményében élünk. Ezzel a másik világgal kapcsol össze bennünket a hit. Nem Istennek van ránk szüksége, hanem nekünk Istenre, ahogyan a szeretetnek is mi vagyunk a koldusai. A hit kapcsolja be életünket Isten világába, és nekünk erre azért van szükségünk, mert az ő képére és hasonlatosságára teremtett lények vagyunk. Így Istenbe vetett hitünket ember voltunk, emberségünk kívánja. Hinni annyit jelent, mint közös nevező lenni önmagammal. A hit Isten ajándéka nem pedig követelménye. Nem Istennek van arra szüksége, hogy higgyek benne, hanem csak is általa vagyok teljes értékű ember. Hit nélkül nincsen remény, sem pedig szeretet. A hit a szeretet által működik, ezért beszél Pál a szeretet által munkálkodó hitről, Galácia beliekhez írott levél 5. fejezet 6. verse, és ez a hit reménységet épít, az ember a jövőre azért nyitott lény, mert van reménysége. Minden bajunk forrása az, hogy az ember gyökérbűne, az önzés tönkreteszi a materiális világgal való kapcsolatunkat épp úgy, mint a szociális világban betöltött helyünket. Ezzel mindig együtt jár az is, hogy az ég is becsukódik fölöttünk. Az a harmónia, amiben létünk egészségesen tud élni, valahol felbomlott. Az én és a te, a mi és az ők szembe kerülnek egymással. Nem kiegészíteni, hanem kioltani akarják egymást. Sokszor a másikat, a teet, tárgyakkal, állatokkal, kincsekkel, státuszszimbólumokkal akarjuk helyettesíteni. Ezért lesz az ember mentálisan is beteg lassan neurotikus emberekből áll az egész világ, miközben a mindenséget akarjuk megnyerni, elveszítjük önmagunkat. Hitre azért van szükségünk, hogy emberekké legyünk ismét. Ez segít bennünket át a bajokon. Isten a mi hitünk nélkül is Isten marad. A hit nem ideológia, nem is egy tanítási rendszer igaznak nyilvánítása, hanem az a kolduskezünk, kezünk, amivel megfoghatjuk a végtelemből véges emberré élet Jézus Krisztus kezét, aki visszavezet bennünket önmagunkhoz. A hit a felfelé nyitott, épp lelkű ember Istentől kapott ajándéka, aminélkül nem lehet teljes, értelmes életet élni. Itt betegségei. A betegség baj, harmónia zavar. Ha ez az állapot beáll, segítségre van szükségünk, mert a legtöbb esetben önmagunktól nem tudunk meggyógyulni. Nem csak az ember teste, materiális valósága lehet beteg, hanem belső, mentális életünk, szociális kapcsolataink, sőt, Istennel való kapcsolataink is elveszíthetik azt a harmóniát, amit egészségesnek mondunk. Az egészség egészség. A betegség az egész ember harmóniájának sérülése. Ha elveszítjük a hitünket, akkor nem tudunk bízni Istenben és egymásban, így kerülünk az elmagányosodás börtönébe. Nem bíznak bennünk, mert mi sem tudunk már bízni senkiben. Ebben a tömlőcben nehezen veszük észre, hogy csak egyetlen kiút van, ha felfelé nézünk, és rádöbbenünk arra, hogy a hit alapja nem más, mint hogy Isten bízik bennünk. Ami bennünket ér, azt valamiért megengedi az életünkben. Az élet nem a véletlenek játéka. Benne érdemes bízni, hogy a másik ember, a világ és önmagam ismét békességre találjon. A hit megbetegszik, ha a bizalomból eredő cselekvés helyett az igaznak elfogadott dolgok elhívésévé lesz, belső azonosulás nélkül. Így lesz a cselekvésből az ördögök elméleti hite. Az új szövetség egyik legrégebbi irata Jakab levele, amely a szorványban élő tizenkét törzsnek, vagyis nekünk, mai zarándokoknak üzen. Az első keresztények között hamar jelentkezett a személyválogatás bűne, ami emberségünk belső harmónia zavarának egyik legbiztosabb jele. Ezzel kezdődik a hit betegsége ma is. Ennek a gyökere az a szemléleti mód, amely az emberi kapcsolatokat nem organizmusként, vagyis egymást kiegészítő, egymást erősítő létformaként érti, hanem státuszokat osztogató organizációként. Ezt a beteges, hitet kioltó gondolkodási módot egyesettel esettel érzékelteti Jakab a levélben. Ha belép hozzátok a gyülekezetbe fényes ruhában, egy aranygyűrűs férfi, és ugyanakkor egy szegény is belép kopott ruhában, és ti arra figyeltek, aki a fényes ruhát viseli, sőt, ezt mondjátok neki. Te ülj le ide kényelmesen, a szegényhez pedig így szóltok, te állj oda, vagy ülj le ide a zsámolyomhoz, nem kerültetek-e ellentmondásba önmagatokkal, és nem lettetek-e gonosz szándékú bírákká? Jakab levele második fejezet, kettőtől negyedik versek. Mi ebben a gonosz szándék? Így tanít tovább erről Jakab. Figyeljetek csak ide, szeretett testvéreim! Vajon nem Isten választotta-e ki azokat, akik a világ szemében szegények, hogy hitben gazdagok legyenek és örököljék azt az országot, amelyet Isten az őt szeretőknek ígért? De ti megszégyenítettétek a szegényt. Nyakab levele második fejezet, 5 hatodik versei. Első olvasásra nem is nagyon értjük, hogy ez a személyválogató magatartás hogyan függ össze a hittel. A mi gondolkodásmódunk szerint a hit valaminek az elfogadását jelenti, Jakab pedig a másik ember elfogadását tartja a hit próbájának. Számára a hit nem elmélet, hanem tartalommal teljes emberi kapcsolat. A hit próbája nem a helyes tanítás, a hatásos prédikáció, hanem az egymást segítő, értékelő, szeretet gyakorlása. Ha ezt valami megtöri, beárnyékolja, ha a hit nem munkálkodik szeretet által, akkor hitelképtelen lesz a kereszténységünk. Erre csak úgy vagyunk képesek, ha Jézustól megtanuljuk azt a látást, ami nem a másik rangjára, hanem a közösségben tapasztalható értékére néz. Ezért a hit nem elhívést, hanem bizalmat jelent. De nem a saját cselekedetünkben teljesedik ki, hanem Isten cselekedete lesz nyilvánvalóvá bennünk ha készek vagyunk bízni ő benne. Ez magyarázza meg a hit és a cselekedetek kapcsolatát. Így tanít erről tovább Jakab levele. Testvéreim, mit használ, ha valaki azt mondja, hogy van hite, de cselekedetei nincsenek? Vajon üdvözítheti -e őt egyedül a hit? Ha egy férfi vagy nő testvérünknek nincs ruhája, és nincs meg a mindennapi kenyere, valaki pedig azt mondja nekik közületek, Menjetek el békességgel, melegedjetek meg és lakjatok jól, de nem adjátok meg nekik, amire a testnek szüksége van, mit használ az. Ugyanígy a hit is. Ha cselekedetei nincsenek, halott önmagában. Jakab levele második fejezet 14-17. versek. A cselekedetek nélküli hit, valóság nélküli hit, vagyis csupán hiedelem, mely a hit halálos betegsége a beteg hit nem motivál jóra, hanem igazolni akarja a saját jónak hit cselekedeteinket. Elmélet lesz a gyakorlat helyett. Így lesz a kereszténység Krisztus követés helyett hitre agitálás. Sokan úgy gondolják, hogy a hit elméletileg igazolt gyakorlat amolyan gondolkodás nélküli vak engedelmesség. A hit több annál, mint hogy Isten szavát, belátva Isten igazát, a saját erőfeszítésemmel kivitelezem. A keresztény engedelmessége nem parancs teljesítés félelemből nagy erőfeszítéssel, hanem olyan életgyakorlat, amikor cselekedetében Krisztus képmása tükröződik. Ez az út vezet vissza az elveszített harmóniához. A közösséget tönkretevő bűn önellentmondásának legyőzése. Ezért a hit és a cselekedet az igazán hívő embernek nem két tulajdonsága, hanem egy egységes életforma. A kettő nem egymás mellett, hanem egymásban él. Ezért folytatja így Jakab a tanítást. Viszont mondhatja valaki azt is, neked hited van, nekem meg cselekedeteim vannak. Mutasd meg nekem a hitedet cselekedetek nélkül, én is meg fogom neked mutatni cselekedeteim alapján a hitemet. Jakab levele, második fejezet, 18 as vers. A hitről, mint elméletről lehet vitatkozni. Lehet cáfolni és mellette érvelni, de az igazi hitet csak a cselekedetek alapján lehet megragadni. Ez ugyanaz a gondolat, amit Jézus a hegyi beszédben tanított. Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Máté Evangélium a 7. fejezet, 16. vers. Jakab a legalapvetőbb hittétel példáját említi. Te hiszed, hogy egy az Isten. Jól teszed. Az ördögök is hiszik és rettegnek. Akarod-e hát tudni, te ostolba ember, hogy a hit cselekedetek nélkül meddő? Jakab levele, második fejezet, 19. és 20. versei. A hit mindennapi életünk gyakorlatában realizálódik. Az elhívés még nem hit. Azt sem, ha valamit tudok és nem teszem, mert éppen Jakab levele tanítja azt, hogy aki tudja, hogy mi a jó és nem teszi, bűne az annak. Jakab levele, negyedik fejezet, 17. vers. Ha a hit nem olyan bizalom, amiből másféle cselekedetek születnek, amelyek arra mutatnak, hogy Jézus szüntelen jelenlétének tudatában élem az életem, akkor öncsalás a hitem. Ábrahámot az új szövetség nem csupán a zsidók első pátriárkájának tartotta, hanem a hívők atyjának. Értsétek meg tehát, hogy akik hitből vannak, azok Ábrahám fiai. Galácia beliekhez írott levél, harmadik fejezet, hetedik verse. Jakab szerint nem azzal lett minden hívő ember ősévé, hogy elhitte a vele beszélő égi szót, hanem azzal, hogy elindult és követte azt, Rábízta Istenre az életét, és a látszatok ellenére is kész volt Isten ígéreteire támaszkodva élni. Csak is ez a fajta hit segít át a bajokon, ez a hit gyógyít. A hívő ember élete is próbákkal teli élet, mert csak így tudjuk ezt a fajta bizodalmas hitet megtanulni. Földi életünk a gyakorló tér. Mindaddig beteg a hitünk, amíg elméleti tételek kalitkájába akarjuk szorítani az élő, Ma is cselekvő, ítélő és kegyelmes Istent. A bajokban sem szabad elfeledkeznünk arról az úrról, akivel eddig is összekötött minket számtalan tapasztalat, akinek a gondviselő kegyelmét eddig is éreztük. Ha jön a rossz, akkor is tudni kell, hogy a felhők fölött mindig süt a nap. Ha igazán bízunk benne, akkor tudjuk, hogy bármi történik életünkben, annak oka, célja van. Minden megpróbáltatásunkban velünk van Jézus, aki szolidáris velünk. Ezért a hit azt mutatja meg, hogy a próbákon keresztül mire akar megtanítani Isten, aki életünk során mindig vezetett. A hit és az akarat A hit tapasztalatokból születik, de a tapasztalatokért tenni kell. Ezek a tettek nem érdemszerző jó cselekedetek, hanem a hívő embernek természetes élet Jézus nem csak mondott nekünk valamit, hanem előbb tett is értünk, megváltott minket, ezzel lehetőséget teremtett arra, hogy más emberként éljünk, és tegyünk önmagunkért, a másikért és ő érte valamit. Ezért Jézus új parancsa nem a tilalmak és engedmények drótkerítése, hanem lehetőség a hit által egy új értékrendszerinti életre. Ezt az új lehetőséget hirdette meg Jézus a hegyi beszédben. Nem véletlenül tartjuk a hegyi beszéd helyét az új szövetség sínai hegyének, ahol Jézus összefoglalta, újra értem ezt a tíz parancsolatot. Amíg a kortársak Isten törvényét, amiből Jézus szava szerint, amíg az ég és a föld el nem múlik, egy jóta vagy vesző sem vészel a törvényből, míg mindenben nem teljesedik. Máté Evangéliuma 5. fejezet 18. vers. Az egyéni teljesítmények mércéjének tekintették, Jézus a törvény szívére, a szeretet titkára tanította a sokaságot. Az ő igéit nem elhinni kell. Nem is emberi erővel, kínkeservel betartani, hanem hittel, bizalommal kell követni a mindennapokban. Ő arra tanított, hogy az életszentség mércéje nem a vallásoskodás, hanem a mindennapi kötelességek örömteli, hittől motivált teljesítése a mindennapokban, a felebarátaink javára és áldására. Ezért állapította meg a beszéd végén a sokaság, hogy Jézus másképpen tanít, mint a farizeusok. Jézus ige hirdetésének nem a tartalma volt más, hanem a hatása. Mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. Máté evangélium a 7. fejezet 29. vers. Ezért Jézus ige hirdetése másféle hitet kívánt, mint amit a papok, a farizeusok és az írástudók követeltek a néptől nem a törvény betűjében kellett szolgamódra hinni, hanem a törvényadóban szabadon, félelem nélkül. Csak egy valami szabadíthat meg bennünket a bénító félelemtől, a szeretet. János szerint a szeretetben nincs félelem, sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben. János első levele, negyedik fejezet, 18. verse. Csak a szeretetből eredő, a szeretet által munkálkodó hit segít át a bajokon. Ezt igazolja Jézusnak a hegyi beszéd után leírt tíz messiási jele is, melyekben Jézus a hit titkára tanítja a tanítványokat és a sokaságot is. Amikor lejött a hegyről, nagy sokaság követte, mindenféle ember, jó, meg rossz is, és köztük megbújt egy kitaszított leprás aki leborult előtte, és mindenki botránkozására megszólította Jézust, mert hitt, bízott benne. A leprások elkülönítését szigorú mózesi törvények írták elő. A betegnek el kellett hagynia a várost, ahol élt. Megszaggatott ruhában, gondozatlan hajjal, betakart bajusszal kellett járnia, s ha közeledtek felé, kiáltania kellett, hogy tisztátalan. Mózes harmadik könyve, 13. fejezet, 45-46. versei. De ez a poklos itt nem ezt tette, hanem egy nagyon erős hitről árulkodó mondatot mondott. Uram, ha akarod, megtisztíthatsz. Máté Evangélium a 8. fejezet második vers. A hit bizalom, mondtuk, de ennek az embernek nem a gyógyulásban, hanem a gyógyító Jézus Krisztusban kellett bizakodnia. A hit akaratközösség közösség azzal, akiben hiszek. Jézust vagy Istent. Bőszavú imádsággal nem lehet rávenni arra, hogy azt akarják, amit én. Az én akaratomnak kell belesimulni a kettőjük akaratába. Ezért része minden igazi imádságnak az, amit Jézus mondott a kereszten. Atyám, ha akarod, vedd el tőlem ezt a poharat, mindazonáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied. Lukács Evangélium a 22. fejezet 42. vers. Az igazi imádság olyan kérés, aminek az a lényege, hogy ráhangolódjunk Isten akaratára. Ez az ember kész volt hittel elfogadni azt, ami Jézus Krisztus akarata volt. Ez az elfogadás a hit befogadásának útja. A leprás úgy gyógyult meg, hogy Jézus akarata és a beteg bizodalma találkozott. Ekkor hangzott el Jézus gyógyulást hozó válasza. Akarom. Tisztulj meg! Máté Evangélium a 8. fejezet 3. verse. Nem az akarat nélküli ember a hívő, hanem akinek az akarata találkozni tud Jézus Krisztus akaratával. A Kapernaumi százados ezt követő története is a hit bizodalmáról szól, Máté Evangélium a 8. fejezet 5-től a 13. versek. A százados közben jár szenvedő szolgájáért. Nem követel, csak gyógyító szót kér, mert a hit akkor igazán bizodalom, ha el tudom mondani, hogy uram, nem vagyok méltó arra, hogy a hajlékomba jöjj. Sok hívő ember azt gondolja, hogy elegendő a Biblia dogmákba foglalt tételeit elfogadni, és akkor Isten protekciósaként mentesülhetek a bajoktól. A bajok, ha Isten kezébe tesszük le életünket, beleépülnek életünkbe, felbecsülhetetlen tapasztalatok születnek belőlük, Próbák nélkül fattyak volnánk, és nem fiak. Zsidókhoz írt levél 12. fejezet 8. verse. Bajainkban is csak Jézus Krisztusra nézve találjuk meg életünk igazi értelmét, ha minden feltétel nélkül bízni tudunk az ő szavában, mint ahogyan a százados is tette. A hit ismeri fel azt, hogy életünk ezer bajára egyetlen válasz az, hogy Isten akarata legyen meg mindenben. Jézus így bocsátotta el a századost. Menj el, és legyen a te hitet szerint. A százados nem csupán Jézus gyógyítói hatalmában hitt, és nem is abban, hogy egy szó is elég a gyógyuláshoz, hanem Jézus az embernek a legjobbat akaró akaratát fogadta el. Ezért történt meg a csoda. Jézus ilyen, feltétlen bizalomra épülő hitet vár el tőlünk. Ebben a történetsorban Máténak, a vámszedőasztaltól való elhívása bizonyítja is ezt. Jézus tetteiről szavainak igazáról vitatkoztak az írástudók és a farizeusok. A tömeg szenzációs csodatettek produkcióját várta a mestertől. A tanítványok a benfentesek, dicsekedő pillantásokkal nyugtázták a sikert, de Jézus mindezekkel nem törődött egy olyan ember szívében látta meg a hit szikráját, akit mindenki megvetett, mert csak a vámszedő asztalig láttak el az emberek. A szív titkát viszont csak Jézus látja. És Jézus nem a csodálkozókért jött, hanem ezért az emberért, mert benne élt a hit. A vámos asztalt is kész volt a mesterért odahagyni. Máté hitét nem az érzései igazolták, hanem az, hogy Jézus hívásának Köves engem, kész volt engedelmeskedni. Jézus hite nem a formaságokra épült. Az ő hite gyógyító hit volt, amely képes volt az alkalmatlanokat alkalmassá tenni, az önzőket önzetlen szolgákká változtatni. e a hit? A hit nem gyógyszer, amivel automatikusan le lehet győzni a betegségeket, hanem személyes bizalom a teremtő és gondviselő Istenben. Mégis minden gyógyuláshoz szükség van erre a bizalomra, de a hívő ember nem a gyógyszerben, az orvosban vagy a gyógyulásban hisz. Ő kész elfogadni Isten akaratát. Nem csupán a testünk betegszik meg, hanem emberségünk belső rendje is elromolhat. Ezért kapcsolatainknak is meg kell gyógyulniuk. A hit csak kapcsolópont Isten és az ember között. Nem kanál, amivel a gyógyszert bevesszük, hanem azon a tapasztalaton nyugvó döntés, hogy az életünk Isten kezében van. Ő akarja a jót az életünkben, amit mi sokszor önzésünkből elvakulva nem ismerünk fel. Nekünk Jézus Krisztusban kell bíznunk, hogy az életünk célba érjen. Ez a cél pedig nem földi dolog. Isten azt akarja, hogy mindig és örökké boldogok legyünk, de Isten akarata a bűneinken, akaratgyengeségeinken sokszor megtörik. Pál is úgy látta, hogy bennünk két ember küzd. Róma beliekhez írott levél 7. fejezet 14-25. verse. Az egyik az önzés törvényét akarja bennünk érvényre juttatni, míg a másik az örök életre készít fel. A hit nem gyógyít, csak Jézus Krisztus. Az akarat sem gyógyít, Jézus mégis megkérdezte a 38 éve a Betesda partján heverő nyomoréktól. Akarsz-e meggyógyulni? Miért kérdezte? Mert a hit képességét, forró drótját, ami Istent és az embert összeköti, Jézus teremti. De nekem kell felismernem Isten szándékát, amit Isten én velem tenni akar. Az én akaratomnak találkoznia kell az ő akaratával, és életemet így bele kell rejteni az ő életébe. A gyógyulás, mint ahogyan erről már korábban említést tettünk, több, mint a megromlott testi egészség helyreállítása. Vannak testileg egészséges lelki nyomorékok is. Csalódásaink, elszenvedett sérelmeink, a körülöttünk élő emberek rossz indulata, vagy a bosszú, ami szívünkben gyullad fel, éppen olyan beteggé tehetnek bennünket, mint a kórokozók. Amióta a pszichoszomatikus betegségeket ismerjük, azt is tudjuk, hogy lelki bajaink összefüggenek testünk megbetegedésével. Jézus az egész emberségünket meg akarja gyógyítani. Ismét harmóniát akar teremteni bennünk. Van, amikor testiekben nem gyógyul meg az ember, mert a harmónia helyreállításához, az élő hit elnyeréséhez szükségünk van a próbára, nagyon sok embert a testi fájdalom gyógyít ki a pusztán materiális javak hajszolásából. De a fájdalom is lehet az Isten ajándéka. Ha nem volna, bizonyára előbb tönkre tennénk magunkat. Ha nem fájna az elvágott újjunk, bizonyára már egyetlen újjunk sem volna. Sok ember azt hiszi, hogy hinni akkor lehet igazán, ha az életünkben minden szép és jó. Ha ez az ideális helyzet beáll, akkor andalító nosztalgiázás közben felismerjük majd a Biblia kristálytiszta, harmonikus igazságait. De így soha nem születik hit. Az első csalódás ott ér, hogy Isten igazsága nem kristálytiszta tan a logika számára, amin üres óráinkban el lehet elmélkedni. Az igazság örökkévaló és végtelen. Az életünk meg múlandó és véges. A véges a végtelent csak a hit koldus kezével képes megragadni. Itt értjük meg az akarat szerepét Jézus gyógyítási csodáiban. Az én akaratom, ha belesimul Isten akaratába, beépül az életem a világegyetem harmóniájába. Ezt Isten nem kényszeríti rám, hanem megkérdezi tőlem, akarod-e? Az ember ősi bűne az, hogy Istent önző tetszése szerint akarja irányítani. A Biblia ennek az ellenkezőjét tanítja. A végtelen, örökkévaló Isten akar minket a kicsiny por teremtményeket használni. Ahhoz, hogy boldogok lehessünk, nem a mi elképzeléseink szerint kell a világnak alakulnia, hanem nekünk kell visszaalakulnunk Isten képére, hogy megvalósuljon újra a teremtés harmóniája, amiről Isten maga állapította meg, hogy igen jó. Mózes első könyve, első fejezet, 31. vers. Ismerek makkegészséges embert, aki lelkileg, szociális kapcsolataiban, Istennel való viszonyában, Beteg, és ezért mentálisan nem tekinthető egészségesnek. Van ellenpélda is. Sok olyan testileg fogyatékos embert ismerek, akitől leckéket vehetnénk emberségből, hitből, mentális erőből. Az egészség, mint tudjuk, az egészség, tehát a teljes ember harmóniája. Erről sokszor megfeledkeznek a mai karizmatikus csodagyógyítók. A gyógyulás azt jelenti, hogy újra értelmet kap az életem. Isten vezetésének az a titka, hogy nem látom ugyanát az életemet, s ezért minden buktatóját sem, mégis közben célba érkezem, mert Jézus, az én megváltom cselekszik. Ez az örökké való cél, több, mint a pillanatnyi testi gyógyulás, vagy egy-egy kellemetlenség elmulasztása. Az az ember, aki azt gondolja, hogy emberi hite meggyógyíthatja összetéveszti Istent az aspirinnel. Aki csak a gyógyulásban hisz, nem hisz igazán. A hit, bizalom, amiben el tudom fogadni Isten akaratát bármi legyen is az. A csodagyógyítók produkciói kapcsán nem az a nagy kérdés, hogy pillanatnyilag elmúlik-e a fájdalom, megszűnik-e a tünet, eldobhatom-e a mankómat, felállhatok-e a kerekes székből, hanem az, hogy helyreállt-e a pillanatnyi szenvedés hatására az a harmónia, amire Isten minket megteremtett. Pál sántát gyógyított Lisztrában. Apostolok cselekedete, 14. fejezet, 8-10. versek. Imádkozott és feltámadt az ifjú Eutikos. Apostolok cselekedete, 20. fejezet, 7-12. versek. De hogy valaki többnek ne tartson, mint aminek lát, vagy amit tőlem hall, még a kinyilatkoztatások különleges nagysága miatt sem. Ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, tövist adott a testembe. A sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjam. Emiatt háromszor kértem az urat, hogy távozzék az eltőlem, de ő azt mondta nekem, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ért célhoz. Korintus beliekhez írott második levél, 12. fejezet, 6-9. versek. A sátán tövisei is Isten tudtával vannak az életünkben, aki tudja, hogy miért van szükségünk a nehezen viselhető teherre, Isten akarta pált használni, és nem pál használta a szent lelket. A karizma a lélek ajándéka, nem pedig a lélek ajándékozásának a képessége. A lelki ajándékot a szent lélek csak úgy tudja nekünk adni, ha cserébe önmagunkat adjuk oda neki, függetlenül attól, hogy jól vagy rosszul megy a sorunk. A hit arra tanít meg, hogy életünket ne a véletlenek kiismerhetetlen játékának tartsuk, hanem a biztosan célba vezető útnak. Az út nehézségei segítenek ahhoz, hogy alkalmasak legyünk arra, hogy Jézussal elszakíthatatlan közösségben miénk legyen az örök élet. A hit nem a fájdalmat, a bajokat szünteti meg az életünkben, hanem a céltalanságot. Ha hittel szemléljük az életünket, akkor döbbenünk rá arra, hogy nem a véletlenek uralkodnak felettünk, hanem Jézus vezet. Ő ad erőt, és ő tanít meg arra, hogy jóban, rosszban, egyformán az ő akaratát ismerjük fel. A hit önismeretre segít. A bűn legsúlyosabb következménye az önismeretünk hiánya. Nem elég elhinni, hogy van Isten, hanem a velünk járó, a bennünk jelenlévő Istenben kell hinni, különben a magunk készítette fügefa leveleinkben kezdünk bizakodni, és azt gondoljuk, hogy az Isten előtt is elfedezik ezek a mentegetőzések bűneinket. Mózes első könyve, harmadik fejezet, 7-től 13. versek. Homérosz istenei felhőbe burkolózva járták a világot, ami eltakarta őket az emberek kíváncsi szem elől. Mi pedig magunk körül akarunk ködösíteni, hogy senki meg ne lássa igazi valónkat. Ez a bujkálás azért lehetséges, mert Mark Twain szerint mi, akármilyen Jánosok, Három Jánost hordozunk magunkban. Az első János az, akinek hiszi magát az ember, a második János az, akinek őt gondolják az emberek, míg a harmadik a valóságos János. A nagy lelki bújócska önmagunkban folyik, álmaink mögé akarjuk rejteni a valót, és embertársaink előtt szebbnek akarunk látszani, mint amilyenek vagyunk a hit az a kommunikációs csatorna, amelyen keresztül azt az erőt kapjuk Istentől, hogy valóságos Jánosokká legyünk. Önismeretünk tükre a próba. Alkalom a győzelemre és lehetőség az elbukásra. Mivel mi ősszüleink óta a paradicsomon kívülre kerültünk, le kell győznünk bajaink igazi forrását, a bűnt, a harmónia zavart. Ezt csak Jézus tudja értünk és bennünk megtenni. Csak ő tud megszabadítani a legnehezebb illúzióink Jánosától. Sokszor neki kell menni a falnak ahhoz, hogy ráébredjünk, hogy csak Jézus az egyetlen ajtó. János 10. fejezet 7. vers Csak benne bizakodva tudunk győzni bajaink felett, csak vele találjuk meg a célt, mert a hit olyan bizalom, ami vele kapcsol össze minket. Olvastam egyszer egy régi mesét. Volt egy szamár, aki elhatározta, hogy ő lesz az állatok királya, mivel az oroszlán úgy is ritkán vetődik erre. Szerzett egy oroszlán bört és belebújt. Mindenki csodálta. Ember és állat menekült előle. Mindenki elhitte róla, hogy ő az állatok királya. Végül már ő is azt hitte magáról, hogy ő nem is szamár, hanem a félelmetes, ragadozó, egyenes ági örököse. Egészen addig volt ez így, amíg egyszer nagy szél támadt és lekapta derék szamarunk hátáról az oroszlánbört. Ekkor kiderült az igazság. Akkor a többi állat, meg a korábban menekülő emberek odaszaladtak és jól elverték az oroszlánt, mert lelepleződött a valóság. Miközben a sebeit nyalogatta, arra gondolt, ha nincs ilyen hiú terve, akkor semmi bántódása nem lett volna a széles mezőn. Életünkbe Isten sokszor küld egy kis vihart, amely állarcainkat összetépi. Sokszor lelepleződünk mások és önmagunk előtt. Ezeket a viharokat eleinte kudarcként éljük meg, de a bajok mögött ott van Jézus szabadítása. Azt is sokszor meg kell engednie Urunknak, hogy önismeretünk egyensúlyának helyreállítása érdekében megszégyenüljünk. Ekkor szoktuk mondani, hogy ver minket az Isten, pedig ha a hit szemével látnánk életünk valóságát, akkor megértenénk, hogy a vihar csak arra jó, hogy a magunkra öltött oroszlán börtől megszabaduljunk. Michel de Montaigne szerint a világ legmagasabb trónján is a fenekünkön ülünk. Erre nem csak az uralkodókat, hanem a köznapi szamarakat sem árt emlékeztetni a bűneinknek, mulasztásainknak, hibáinknak azért vannak következményei, hogy soha ne feledjük, hogy a trón is nyom, s a képmutató nagyzolás csak újabb megpróbáltatásokhoz vezet. A kiút, ha a harmadik Jánossal, a valós, csetlő, botló Jánossal kötünk szövetséget. Ha az önmagunkról alkotott illúzióink csapdájába esünk, akkor a hitünket elveszítjük, a megpróbáltatások viharaiban nem elég azért imádkozni, hogy Isten csendesítse el a vihart. Az imádságnak is vannak veszélyei. A tettek nélküli imádság veszélyes dolog, hiszen Isten éppen azért rendelte a vihart, hogy megszabaduljunk állarcainktól. Mi sokszor Istentől rendelt kötelesség teljesítéseink helyett szoktunk imádkozni. Így imádságunk nem az erőkérésé és erőnyerés lesz, hanem menekülésé. Nem igazán gyógyulni akarunk, hiszen annak következményei vannak régi, jól begyakorolt életünkben, hanem jobb esetben olyan csodára várunk, ami úgy gyógyít meg minket, hogy közben ne kelljen megváltoznunk. Hallottam egyszer egy történetet, volt egyszer egy mesebeli nagyapó, aki szelíden pipázgatott egy nyári délután a méhesében. Hogyan, hogyan nem egyszer a bodor füstöket eregető csibukjától kigyulladt a szakálla. A nagyanyó, aki a virágokat gyomlálta a kiskertben, észrevette, hogy valami ég. Odarohant az öreghez, és így kiáltott rá. – Uram, Isten, meggyulladt a szakállad! – Tudom – válaszolta egykedvűen az öreg – de most ne zavarja, asszony, mert éppen imádkozom, hogy a jó Isten küldjön egy jókora esőt, ami eloltja a tüzet. Pogány imádsággá lesz az a fohászkodás, amiben a szó elnyomja a tettet. Isten mindent megtesz értünk, de soha semmit nem tesz helyettünk. Amikor a sok saját szótól nem hallom meg az Ő szavát, vagy időhiányra hivatkozva nem teszem meg azt, amit Isten mond, akkor nem jól imádkozom. Az ilyen imából nem a könnyek és a sóhajtások hiányoznak, hanem az engedelmes cselekvés. Szünet nélkül imádkozni Istenhez dicséretes dolog, de legalább annyira veszélyes, mint esőre várni akkor, ha ég a ház a hit minden bajon átsegít, de nem nélkülünk. Jézus fogja a kezünket, hiszen ő jól ismer bennünket, de ha mi nem indulunk vele, akaratunk ellenére nem tud minket vezetni. tudom, hogy kinek hittem. Az az ember, aki értelmetlennek tartja a megpróbáltatásokat és a szenvedéseket, az a hitet a tudás ellentétének tartja. Ha ez igaz volna, akkor mennél kevesebbet tudna egy ember, annál jobban hinne és fordítva. Az az ember, aki sokat tud, annak nincs szüksége a hitre. De a hit nem a buták menedéke, hanem a bízni, küzdeni tudó emberek szárnya, ami Istenhez emel. A próba és a szenvedés nem céltalan kínlódás, hanem az az iskola, amiben megtanuljuk Istent szeretni, a felebarátot tisztelni és becsülni. De ezt csak az érti meg, aki a hit szemével lát, és tudja, hogy nem a földi siker a cél. Sok ember olyan sportolóhoz hasonlít, aki az edzéseket akarja csökkenteni annak érdekében, hogy majd kipihenten a nagy versenyen győztes lehessen. A próbákkal Istennek célja van. Ezért a megpróbáltatások szellőiben vagy viharaiban a legfontosabb kérdés az, hogy mit kell belőlük megtanulnunk. Luther azt tanította, hogy sátán nem más, mint Isten láncos kutyája, aki odaűz bennünket Istenhez. Sátán okozza a szenvedéseket, de ha Jézus erejével helytállunk és győzünk, próbáink tanulsága beépül az üdvösségünket munkáló isteni kegyelembe. Ha jobb történetére gondolunk, akkor Isten a fedhetetlen és becsületes, a rosszat kerülő szolgájának életében megengedte a kísértést és a szenvedést. Jobb könyve, első fejezet, 6 12. versek. Sátán, az örök vádoló sem talált életében semmi kivetni valót, mégis azzal gyanúsította, hogy pusztán az áldásokért, földi érdekekért követi jobb Istent. Mintha a hit csak az áldások vételára lenne. Sokszor gondolkoznak keresztény emberek is így. Ha elhisszük, hogy van Isten, és csak az általunk fontosabbnak tartott parancsolatokat megtartjuk, akkor megérdemelten kapjuk az áldásokat. De Isten megpróbál minket, mint egykor jóbot, hogy ne fattyak legyünk, hanem fiak. Zsidókhoz írt levél, 12. fejezet, 8. vers. A kísértő azt szerette volna, ha a kérésére Isten megbünteti jóbot, de ezt a mi teremtő urunk senkivel sem teszi. Helyette sátán kezébe adta hűséges szolgáját, de határt szabott a kísértésnek, mert Isten nem hagy senkit sem erején felül kísérteni. Jobb hite vizsgázott. Felesége és a barátok egyaránt arra akarták rávenni, hogy tagadja meg hitét, vagyis azt a bizodalmon épülő kapcsolatot, ami eddig összekötötte életét Istennel, de jobb kitartott mindvégig. Az egész könyv arról szól, hogy a próbák okát kereste jobb. A próba akkor éri el a célját, ha tudatosul bennünk Isten szándéka, ezért a hit nem más, mint megértett tapasztalat. A megoldást a Teremtő és Megváltó Isten felismerése adta jobbnak. Ezért próbáinak végén így vallja meg hitét tudom, hogy mindent megtehetsz. És nincs olyan szándékod, amelyet meg ne valósíthatnál, ki merné elhomályosítani az örök rendet tudatlanul. Azért mondottam, hogy nem értem. Csodálatosabbak ezek, sem hogy felfoghatnám. Hallgass meg, hadd beszéljek, én kérdezlek, te pedig oktas engem. Csak hírből hallottam rólad, de most saját szememmel láttalak, ezért visszavonok mindent, bűnbánatot tartok porban, és hamuban. Jobb könyve, 42. fejezet, 2-től a 6. versek. Ez a hitvallomás arról szól, hogy jobb a végtelen hatalmú Isten akaratába belesimulva megérti azt a célt, ami az örök rend harmóniáját akarta helyreállítani az ő életében is. Ezt az áldások örömei között nem értette, még akkor sem, ha illő módon hálás volt azért, amit Istentől kapott. A próbáknak egyik nagyon fontos célja az, hogy megtanuljunk a lényegre kérdezni. Ezek leplezik le életünknek azokat a pontjait, ahol szükségünk van arra, hogy jobban Isten akaratához, üdvözítő szándékához simuljon az életünk. Götének van egy nagyon érdekes gondolata. Hinnünk kell, hogy még valaki szerethet bennünket, de nekünk is tudni kell szeretni. Ennek a mondatnak a két tagja megfordíthatatlan. Mi a szeretettel úgy találkozunk, hogy észrevesszük, valaki szeret minket. Istennel is így találkozunk. Sokszor a szeretetet nem könnyű elfogadni, hiszen a menny alapelve önző énünktől idegen valóság, de a továbbadáshoz is lelki erőre van szükségünk. Mi csak akkor és úgy tudunk szeretni, ha észrevesszük a jóban és a rosszban, a próbában és az áldásban Isten szeretetét. Mi tehát azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. János első levele, negyedik fejezet, 19. verse. Keveset gondolunk például a Jákobbal találkozó Ézsa ura, akit talán úgy látunk, mint önző, agresszív, az első elsőszülöttségi áldásra valóban méltatlan embert pedig éppen tőle kapunk a meg nem érdemelt szeretetre egy nagyszerű példát. Őt se Jákob, mint ravaszkodó mama kedvence, megfosztotta őt az első szülöttségi áldástól. Bizonyára Jákob békés, pásztorkodó életformája is ingerelte Ézsaut, a vadászt. Mégsem halt ki szívéből a testvéri szeretet. Azt olvassuk, hogy amikor hosszú évek bújdosása után Jákob rettegve bátya jogosnak tűnő bosszújától hazatér, Ézsau eléje futott, megölelte, nyakába borult, megcsókolta és sírtak. Mózes első könyve, 33. fejezet, 4. vers. Mivel a szeretet nem a miénk, sokszor onnan kapjuk ezt a mennyei kincset, ahonnan a legkevésbé várjuk – ahogyan a tékozló fiút várta Jézus példázata szerint az atya, Lukács evangélium a 15. fejezet, 11-32. versek, úgy várta Ézsó is a lelki ismeretében gyötrődő öcsét, aki előbb Istennel találkozott. A hitre és a szeretetre csak az Istennel találkozó ember lesz képes. Ahhoz, hogy a testvérem megbocsásson, Szükségem van előbb tékozló fiúként Istenhez hazatérni. Ebben a történetben ez a hazatérés a hit próbája. Ez az alapja a hitnek, ami képes arra, hogy szíveket változtasson meg, indulatokat csitítson el és kibékítsen, így segítve át a bajokon. A kibékülés után Ézsau és Jákob másként látta egymást, és másként értette meg a korábbi éveket is. Jákob számára az idegebben eltöltött évek minden megpróbáltatása értelmes, tanulságokkal teli idő lett. Jákob nem taktikából, hanem őszinte meggyőződésből mondta bátyának, mert amikor megláttam arcodat, mintha Isten arcát láttam volna, olyan kegyes voltál hozzám. Mózes első könyve, 33. fejezet, 10. vers. Addig nem hiszünk igazán nem tudunk szeretni, amíg azt gondoljuk, hogy a békesség létrejöttéhez a másiknak, a körülményeknek, sőt, az egész világnak meg kell változnia, csak mi maradhatunk változatlanok. Mint nyájunknak szükségünk van arra, hogy hazatérjünk, találkozzunk Istennel. Szükségünk van rá, hogy útra kelljünk és kezdjük megérteni másként, Isten szemével látni az életünket azt kell felfedeznünk, hogy ha ránk szakad a baj, akkor valószínű mi vagyunk rossz helyen, mi gondolkodunk helytelenül, és nekünk kell tanulni. A hit ezt a változást segíti. Ha készek vagyunk megtenni az első lépést, akkor megtapasztaljuk, hogy atyánk kitárt karral vár. Ellen Good White egyik több mint száz esztendeje leírt mondata, ma is megszívlelendő. Krisztus egyházának és a keresztény embernek nem azok a legnagyobb győzelmei, amelyeket tehetséggel, gazdagsággal vagy az emberek jóindulatával elér, hanem amelyekkel Isten fogadó termében arat, amikor komoly, küzdőhite belekapaszkodik Isten hatalmának erős karjába. Pátriárkák és proféták című könyv 162. oldala. A hit erejét, áldását, hatalmát a bajokban lehet tapasztalni. Megpróbáltatásainkban tanulunk meg szeretni és Istennel járni. Így űzi ki szívünkből a félelmet, ami gyötrelemmel jár. János első levele, 4. fejezet, 18. vers. Kötél a szakadék fölött. Kevés hitetlen ember van, de kevés embernek egészséges a hite. A hit egy belső érzékszervünk. A másikba vetett bizalom nélkül nehéz elképzelni az életünket. Viszont az emberekben sokszor csalódtunk. Ezek a csalódásaink csak Istenbe vetett feltétlen bizalmunkban oldódnak fel. Azt kell tudnunk mindig, hogy bármi történik is velünk, abban valahol, elrejtve, ott van a tanulság. Isten a jót és a rosszat egyformán megengedi. Mindenki hisz és bízik valamiben, mivel enélkül elgondolhatatlan lenne az életünk. Ábrahám hite Isten gondviselésének napi megtapasztalásából táplálkozott. Nehéz belső harcok árán tanult meg bízni abban az Istenben, akinek ott is száz útja van, ahol mi egyet sem látunk. A hit kockázatvállalás, annak az Istennek a kezébe teszem az életem, aki bízik bennem. Egy több mint száz esztendős amerikai prédikációs könyvben olvastam a következő történetet. A 19. század utolsó éveiben a Niagara vízesésnél egy akkor világhírű kötéltáncos a dübörögve zuhanó víz fölött kifeszített trótkötélen egy kővel megerakott talicskát áttolt a félelmetes vízesés felett, majd megfordult és szerencsésen visszaért a talicskával. Egy ember ült a parton, aki szájtátva bámulta a lélegzetelállító mutatványt. A légtornász odalépett hozzá, és ezt kérdezte. Uram, elhiszi, hogy megint át tudok menni a kötélen, és vissza is tudok jönni, anélkül, hogy vízbe zuhannék? Természetesen, felelte lelkesen az emberünk, hiszen saját szememmel láttam, hogy maga utánozhatatlanul ügyes légtornász. No, akkor kiborítom a köveket. Üljön bele a talicskámba, és menjünk át együtt a kötélen, bíztatta a légtornász. Azt már nem, tiltakozott kétségbe esetten. Elhitte, hogy a légtornász képes erre a mutatványra, hiszen a saját szemével látta a produkciót, de nem merte szakadék fölötti utat elvállalni. Pedig a hit a kockázatok vállalása nélkül nem más, mint puszta hiedelem. A hit nem a bajokat küszöböli ki az életünkből, hanem átsegít azokon. Így leszünk megpróbált hitű keresztények, akik ráébrednek arra, hogy akaratunknak bele kell olvadnia Isten akaratába ahhoz, hogy az életünk célba érjen, hogy miénk legyen az üdvösség. Mi a szakadék fölött rettenthetetlen bátorsággal átmenő légtornász titka – ő nem a mélységet figyelte, nem is a lehetséges kapaszkodókat kereste, mindig csak arra gondolt, hogy nekem élnem kell, át kell érnem a túlsó oldalra. Az igazán hívő ember győzelem központú, aki nem a várható nehézségekre néz, mivel abban az úrban bízik, aki várja őt a túlsó parton. Abban az úrban, aki már jóval előtte átment a kötélen. Ő tolja a talicskát, amibe bátran beleülhetünk a hívő ember léte életútja nem más, mint út a szakadék fölött Jézussal. Aki Jézus nélkül akarja járni az útját, az csupán vakmerő kötél táncos és biztosan a szakadékba zuhan, mert önmagát akarja biztosítani. A kötél napi feladataink sora. Tehát hit nélkül biztos a szakadékba zuhanás, de ha Jézus fogja a kezünket, biztosan a túlsó partra érünk. A hit nem vakmerőség, hanem bizalom, de nem a sikerekben. A jó napokban, épp úgy, mint a rossz napokban, Jézusban, aki értünk győzött a Golgotán. A hit ővele kapcsol össze, ezért hát bátran induljunk vele. Elsősorban nekem szól a kérdés. Vajon én belemernék-e ülni ebbe a talicskába? A megpróbáltatások viharai által ráébredek-e arra, hogy nincs más út? csak az, ahol ő jár előttünk. Jézus szeretné, ha élő kapcsolat lenne közte és köztünk, hiszen így bíztat. Higgyetek én bennem, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Én vagyok az út, az igazság és az élet. János Evangélium a 14. fejezet, 1-6. versek. Egyszer mindenki. Egyszer mindenki találkozik önmagával az úton, ami néki rendeltetett. Rácsodálkozunk ekkor gyarló önmagunkra, útálkozunk mocskos bűneinken egy kicsit, és jaj, nagyon szeretnénk a magunkról alkotott légvárainkba menekülni. Álmodni szépet és virágos kertnyi ígéretekkel elkábítani a másikat, meg önmagunkat és ekkor szólít az Úr csontigható, kemény, szelíd szóval. Ha bűneid skarlátvörösek vagy gennyes sárgák, ne félj! Ne tagadj, csak bíz. Hófehér lehetsz, ha tudod, hogy ahányszor az úton önmagaddal összetalálkozol. Én ott vagyok, mert nélkülem utad elképzelhetetlen.